Én nem akartam ide jönni. Úgy győzött meg a férjem, hogy én dolgoztam, és mire én hazamentem, ide költözött. Azt mondta, hogy te másképp soha nem jönni ide. Sírtam, mert nem akartam elfogadni, hogy ide jövünk lakni. Megkaptuk a tévét, először egy kis tévé volt, és a gyerekek nagyon szerettek nézni a tévét, és akkor mondtam nekik, hogy jó, akkor ennyire akarjátok, akkor gyerünk, álljatok ide, és lefényképeztem őket. És ez így maradt meg nekem örökre itt. És ez a kis ló még mindig megvan. Ő inkább szótfogadó volt, és mindig megkérdezett, mit szól hozzá, elmenjek, maradjak, mit csináljak. Szóval mindenbe kikérdezett. És akkor én mondtam, hogy én ezt már rád bízom, mert én ebben már nem tudok beleszólni. Amíg gyerek voltál, igen, mert akkor mindig a focim volt a vitánk, mert nem jött haza ebédelni. Mindig ezen veszekedtünk, máson nem, soha. Mindig azt mondta, hogy kutató fog lenni. És nem kutató lett, hanem polgármester. Ebben az egyben nem fogadott szót nekem. Felkérem a választási bizottság elnökét, dr. Legányi Jenő urat, ismertesse a választás eredményét. A választási eredmények. Polgármester Szekó József. Felkérem Szekó József urat, hogy az esküszövegét mondja utána. Én. Szekó József. Esküszöm. Hogy hazámhoz. A magyar köztársasághoz. Annak népéhez. Hű leszek. Megbízatásomhoz híven pártatlanul. Lelkismeretesen járok el. És a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Mohács javát szolgálom. Valójában előtte is már láttam, de igazából nagyon rámenősnek tartottam. A foci révén barátkoztunk össze, eljöttek a meccsekre, aztán így úgy látszik, tetszett a játékom. Az első benyomásomat felülírta a beszélgetés, meg az érdeklődés, meg a értékrend. A családnál is fontos volt, vagyis az volt a legfontosabb. Az, hogy nekünk mindenünk meglegyen, minden téren, és ne érezzünk kárt, vagy lelkileg bármiben gondolkodunk, az mindig nagyon fontos volt neki. És hát a sport, meg az alkotásvágy, nem tudom másképp megfogalmazni, mondjuk ezt a mintát is láttuk a szüleinktől, hogy dolgozni jártak, és a családot ellátták, ez teljesen természetes volt. Nagy vágyaink akkor nem is nagyon lehettek, mert zárt volt az ország, és örültünk, hogyha Balatonig eljutottunk, azt is vonattal. Balatonon voltunk nyaralni, én ilyen 2-3 éves lehettem, vagy talán inkább 2, és minden nap, amikor mentem apával boltba, nekem kellett egy labda. 10 napot voltunk a Balatonon, és nekem 10 labdám volt. Azt mondták, hogy nem fért már be a csomagtartóba. Hát én emlékszem rá, hogy a zöld Skoda itt állt a ház előtt, én ott azokon a betonoszlopokon állok, volt nekem is kiskapám, kisgerebjém. Ugye akkor még a sorok között voltak veteményesek, és akkor még azt is csinálták ők, hát én nem természetesen, csak hát itt voltam. Úgyhogy igen, meg a padláson sokat játszottam annó. Azt tudom, hogy akkor épült ez a présház, amikor én születtem 87-ben. Felszabadulási lakótelep 4. emeletén laktunk, mindenkinek volt helye és elfértünk. És hát valóban, tehát leültünk és megbeszéltük a napi dolgainkat,
terveinket, elképzeléseinket, vagy megbeszéltük, hogy a következő napokban milyen teendőink vannak. Hát így együtt volt a család jobban. A 90-es években, mikor már magasabb vezetőbeosztású lett, elment a regionális vízműbe dolgozni, és ott üzemvezető lett, és éppen mikor a Zsófi lányomat haza kellett volna vinni a kórházba, aznap csőtörés történt, és végre egy hét után hazamehettem volna, és nem tudott értem jönni, csak amikor már elhárították a problémát. Nem jelentett akkor sem gondot, mert hát tudtam, hogy dolga van, és azért egymásnak annyira tiszteltük a feladatait, hogy tudomásul vettük, hogy hát neki most dolga van. Nagy lányok tanakodtak, az Anikó meg az Edit, hogy ők eljönnek, értem, taxival. De ők akkor 10-11 évesek voltak. De megoldódott a probléma, és nem voltak is egy összeállítva. Az volt még a másik gond. Tehát ez a váltás, hogy még a nagyoknál ő részt vett a pelenkázásban, meg az etetésben, meg a fürtetésben. A Zsófira már nem jutott idő, mert akkor már vezető volt. Nagyon sokat jártam edzőtáborokba, és ugye mindig volt egy cél előttem, hogy a ranglistán majd hol szeretnék lenni, mit szeretnék elérni, és ez a célkitűzés, ez így a mai napig úgy gondolom, hogy megvan az életemben. És ez megmaradt. Meg hát a küzdés, az neki is megvolt. Az fontos volt neki is. Ez az egész életére kihatott. Szerette a sikert, tehát sikerorientált volt. Mondták azt is róla a képviselők, hogy ha őt kirúgják az ajtón, akkor visszamászik az ablakon. Tehát az embernek kellenek a kihívások ahhoz, hogy erősnek érezze magát. Azt sose fogom elfelejteni, hogy amikor ő nagyon beteg volt, akkor pont busójárás volt. És megmondta, hogy már pedig ő hazamegy, mert neki a busójáráson részt kell vennie. És nagyon szenvedett, nagyon küzdött magában, de ott volt. Rá két napra vissza kellett mennie a kórházba, de ott volt, és sosem mutatta senkinek azt, hogyha neki bármilyen problémája lenne. Talán még nekünk se, sőt mindig azt mondta, hogy neked ezzel nem kell foglalkozni. Tehát, hogy ezt te hagyjad. Hát sokáig munkatársak voltunk, az elején meg a végén keretes a szerkezet. Gyakorlatilag az utolsó napig is mindig kikérte a véleményemet, hogyha olyan horderejű volt, vagy úgy gondolta, hogy valakivel meg szeretné beszélni. Nem azt jelenti, hogy mindent megbeszéltünk, inkább kimondottan a fejlesztésekről beszéltünk. Az alapkoncepciója az neki mindig megvolt. Tehát amikor elvállalta a polgármesterséget, akkor már az első választási kampánynál is voltak elképzelései, hogy mit szeretne megoldani. Jövő év januárjától vehetik birtokba a pályakezdők és fiatal házasok azokat a bérlakásokat, amelyek ifjú házas, pályakezdő fiatal és önkormányzati intézményi dolgozó vehette birtokba azokat az újonnan épített bérlakásokat. Befejeződött a Mohácsot délnyugatról elkerülő út építésének második üteme is. Az elkerülő út annak a szimbóluma, amerre az tart. Azért épül, hogy így a város a polgároké legyen. A hely, ahol állunk, nem olyan rég Mohács szégyenfoltja volt. Ma pedig a városképbe illeszkedő, impozáns épület foglal itt helyet. Összesen több mint 100 telken 200 családot érinthet. Mögöttünk látszik, hogy az út építését megkezdték, valaki itt hozzáfog rövidesen az építkezéshez. Mi magunk nagy reményt fűzünk az ipari parkunk működéséhez, beindításához. Próbálunk minden lehetőséget kihasználni arra, hogy a befektetők figyelmét felhívjuk a városunkra. Az a munka, amit ő elvégzett az elmúlt 15 év alatt,
Az, ha nem lett volna, akkor most nem tartanánk itt. Hatalmas nagy űrt hagyott maga után. A Józsival nyert a város 22 nagyszerű évet, és azt a fejlődési pályát, amire ráállította. Nekem az a vélemény, hogy ilyen kisvárosban ellenzékieskedni lehet, de én meggyőződéssel mondom, hogy a mindenkori polgármester a városnak a legjobbját akarja. Hát valamikor a 70-es évek közepén, akkor a Jóska, ha elnézést kérek, hogy jóskázom, akkor a faros lemezgyárban dolgozott, valamelyik üzemnek volt a vezetője, és közben aktívan futballozott. De az volt a problémája, hogy az edzőnk, Medgyes Lajos, olyan poszton fociztatta, amit ő nem kedvelt. Most már nem tudom, ez bal középpályás volt, vagy bal szélső. Hát azt mondta Jóska, hogy ő ezt nem csinálja, ő inkább elmegy sátorhelyre, a járási jegybe focizni, mert ott azt a posztot játssza, amit ő szeret. Így is volt. Tehát akkor már volt benne egy ilyen, hogy na hát mit mondják meg nekem, hogy én mit csináljak, inkább elment egy alacsonyabb osztályi csapatba, és ott focizott. Kedve szerint. Tisztában voltunk mind a ketten a másiknak a álláspontjával, nézeteivel, tiszteltük egymást. Őszintén elmondtuk egymásnak a véleményünket. Aztán, hogyha néha-néha sikerült sarokba szorítani, akkor csak azt mondta, elmészte a francba. És akkor én maradtam, természetesen. Szekcsön voltunk a pincében. Hát vacsora is volt, valamit ünnepeltük, lehet, hogy József nap volt. És a nejem bögdös, hogy akkor még nem volt a nejem, hogy kérdezz meg a Józsit, hogy össze tud-e adni bennünket. Hát mondom, én megkérdezem. Mondom, Józsi, azt mondja, szerinte igen, de ő még nem csinált ilyet. Ez volt 4 éve vagy 5 éve. És hát azt mondja, mikor? Hát ez volt pénteken, hát mondom, hétfőn pecálni megyek, szerdán meg valami konferencia, kedden, jó? Azt mondja, jó. De mondom, teljesen szűk körbe, senki ne legyen ott. Eljött a keddi nap, jövünk autóval, hív föl, hogy van egy csokor nálam. Hát mondom, az is kell. Akkor azt is beszerezte a csokrot. Gyanús volt nekem, hogy mikor mentünk oda, akkor beívott az irodába, még kocintottunk egyet, és hát akkor mentünk be a díszterembe. Hát a haverok ott ültek sorban, a Mohás TV ott volt felsorakozva, tehát ennyire diszkrétre sikerült ez az esküvő. Józsi összeadott bennünket. Jelenti-e Péter Éva, hogy az itt jelenlévő Kele Jánossal házasságot köt? Igen. Ki jelenti-e Kele János, hogy az itt jelenlévő Péter Évával házasságot köt? Igen. Hangosabban. Igen. Ő szerette ezt a várost, szülővárosa, a nagyon nagy kötődése a Duna. Tehát ez neki ilyen lételeme volt, hogy minél közelebb legyen a Dunához. A gyerekkorában úgy kialakult egy olyan szerelem köztük, hogy ez... Hát szerintem azért is jöttünk mi Mohácsra lakni. Kötődik a szigeti emberekhez, mert a nagyszülei is ott éltek, és látták, hogy milyen kitettségnek vannak tulajdonképpen a kompjárattal, és egyre inkább a konfenntartása az megfizethetetlen. És ezáltal az a terület, ami elég nagy Mohács vonatkozásába elsorvad. A Józsinak az álma volt a híd, és nagyon fontos beruházása a híd a város szempontjából. Sok városlakó most még nem is érzi, hogy mennyire meg fog változni az ő élete is, és a város élete a hídnak a megépítésével is lesz egy jövőkép, ami a folyamatosságot és a kontinuitást jelenti nekik. A horgászatot egyszerűen nem tudtam megszeretetni vele, viszont a vizet igen. Hát mi már akkor átoztuk a Dunát, mikor nem szólt, illetve hát most sem szólt. Ha jól emlékszem, egyszer meg is fogtak a rendőrök, és ott a parton, a földön meg kellett mutatni, hogy ússzunk. Ő is vett egy motorcsónakot. Egymás mellett volt kikötve a Dunán, a Stéghez, tehát el is adtam most, hogy meghalt.
Hát mindenkinek hiányzik. Nem tudom, hogy lehet pótolni sehogy. Nagyon föltette a mércét azzal a tevékenységgel, amit végrehajtott. Nyomába jutni nehéz lesz. Tehát egy kiváló ember ment el. Mohács, ahogy régóta mondjuk, egy fejlődésre ítélt város, és mi ennek az elrendeltetésnek igyekszünk megfelelni. Ezért nem elégszünk meg az elért eredményekkel, az elnyert programokkal, hanem további új célokat tűzünk ki. Ezen célok között szerepel az új bölcsöde építéstől, a kikötő létesítésig, a Dunahíd építésig sok minden, melyek mind-mind a helyi és térségi gazdaságélénkítést, életminőség javítást kell, hogy szolgálják. Úgy vélem, mi itt Mohácson a magunk szerény módján azzal tudunk leginkább megfelelni a Szent Istváni intelmeknek, és követni államalapító királyunk példáját, ha városunk fejlesztésével, építésével, szépítésével, erősítésével járulunk hozzá, hazánk gyarapításához, gazdagodásához. Isten segítse ezen törekvésünket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tudom azt, hogy mik azok, amiket ő még szeretett volna befejezni. Ő neki még lett, ő úgy tervezte, hogy még egy ciklust végigvisz, és akkor utána elmegy nyugdíjba. És ezt a vonalat, amit most mondhatni én képviselek, akár itt a képviselőségnél, azt szeretném, hogyha azokat a dolgokat még meg tudnánk valósítani. Úgyhogy lehet, hogy igen, ez az én. Ezt örököltem, ezt a sorsot tovább. Ide nagyon szeretett kijelni. Sose felejtem el, hogy egyik választás előtt fölhívták és megkérdezték tőle, vagy aznap talán, hogy és akkor ő hogy tervezi a mai napját, és mondta, hogy semmi, ő kimegy a szőlőbe, teszi a dolgát, nyugalom van, és majd este megtudja az eredményt. Úgyhogy ő neki ez volt a minden. Úgy érzem, hogy itt van velem. Sokan kérdezik, hogy ebben a nagy házban nem félek, mondom, nem vagyok én egyedül. És akkor mosolyognak, hogy tudom, hogy van három kutyád, mondom, igen, de van más is. Én úgy érzem, hogy itt van köztünk. Van ez a nagy kert, és ezzel lekötöm magam, mert máskülönben nem is bírnám. Rágondolok, hogy mit is mondana, hogy mit csinálj, mert hányszor mondta, anyám, ez neked olyan sok, már ne csináld, így csináld. Ennyit ültes, 5 paradicsomot. Mondta, mit csinálok ebben a nagy kertben, nem lehet üresen hagyni. Ha el tudnám neki mondani. Nem tudom, mit mondanák neki. Most nem tudom. Büszke volt a lányaira, szerintem. Büszke is lehetett rájuk. De a lányok is nagyon tisztelték, szerették. Szeretik most, és hiányzik nekik. Az új nem ismerhette a papát, és mindig arra gondolok, hogy hogy örülne, hogyha látná. Például a kicsi az labdát csak lábbal fog meg, és labdát vezet. Neki volt egy mondása mindig, hogy minden addig tart, ameddig élünk, és mindenkit elfelejtenek. Hát bízom benne, hogy őt azért sokáig nem felejtik el. Az utolsó szüret az emlék vele kapcsolatosan. A férjemnek nehezebb volt, mert ugye ő itt volt. Nagyon sokáig nehezen ment le a pincébe, de nekem, megmondom őszintén, nem ez jutott eszembe. Inkább az emlékek, meg most már az új emlékek. Tesóm búcsú beszéde volt az, ami mindenkit, tehát nem csak a családot,
mindenkit. Utolsó levél apunak, köszönet mindenért. Elmentél, mint az utolsó szőlőfürtöt érlelő napsugár, de tudom, mégis itt maradsz. Itt maradsz a családban, a szeretteidben, és itt marad, amit átadtál gyermekeidnek és unokáidnak. Itt maradsz a tanácsaidban, amivel megtanítottál az élet vad és fájdalmas dolgaiban túlélni a nehéz napokat. Itt maradsz a gyermekek mosolyában, anyu gondolataiban. Itt maradsz a becsületben, a kitartásban, a hűségben, hisz vallottad, sőt tetted és élted, hogy a legnagyobb viharban is a gáton kell maradni, és meg kell őrizni a hitet, az egységet, bármi áron.